Fej-fej mellett a főpolgármester és legerősebb kihívója a biztos választó között statisztikai hiba határon belülre 1%-ra került Karácsony Gergely Tarlós Istvántól a Medián legfrissebb közvéleménykutatása szerint. Országosan vezet a Fidesz, de Budapesten erősebb az ellenzék. A kampány hajráról Pető Péterrel és Farkas Őrssel beszélgetünk. Ez tehát a ma esti kínálat. Jó estét kívánok, és jó estét kívánok Pető Péternek és Farkas Őrsnek is. Köszönöm, hogy eljöttetek. Kezdjük talán onnan, és akkor itt kapcsolódunk a Medián legfrissebb méréséhez, hogy a László Imrével kapcsolatos vádak után ugye kiállt Karácsony Gergely, és mögötte nagyon sok összellenzéki polgármester jelölt, meg ellenzéki pártok politikusai, és itt kezdte úgy a beszédét Karácsony Gergely, hogy ma már mindenki számára világos, hogy az elmúlt 3 évtized legmocskosabb kampánya zajlik ma Magyarországon. Azt, hogy mekkora a tét, hogy milyen jelentősége van ennek a választásnak, ezt mutatja ez a kampány, és általában hivatkoznak ezekre a mérésekre, mint például a Mediánéra, hogy nagyon szűkül az olló, most már hibahatáron belül van a két esélyes jelölt, Karácsony Gergely és ugye Tarlós István. A megállapítással önmagában egyetértetek, hogy a legmocskosabb kampány, amit 30 éve látunk? Azért erős a mezőny szerintem, tehát nem vagyok benne biztos, hogy nem tudnánk felsorolni hasonló ügyeket. Az biztos, hogy elég magas szinten stabilizálódott most az aljasság a kampánynak. Sok esetet tudunk most már felsorolni, ami nem feltétlenül tartozna normál esetben a kampány keretei közé. Mondjuk nálad mi verte ki a biztosítékot? Hát nekem egyébként a Wittinghoff ügy sok tekintetben talán emblematikus abban az értelemben, hogy ott egy szexvideót közzé tettek, amihez, de a képet és tehát a felvételt, amihez az égvilágon senkinek semmi között. Tehát, hogy nem tudok elképzelni olyan helyzetet, amikor maga a felvétel, tehát tegyük fel, hogy még elméletileg valaki azt is gondolja, hogy mondjuk Wittinghoff Tamás a közéletben teljesen más értékeket képviselt, mint ami ebből a helyzetből következik, és ezért úgy gondolja, hogy nagyobb közérdeklődésre tart számot az ő magánélete, mint mások. Én ezen a ponton már nyilván egy puha határon vagyunk, de az, hogy a felvételt közzétenni, az ami olyan aljasság szerintem, ami egyszerűen sehol nem férhet bele a világon, és eddig egyébként az biztos, hogy ettől tartózkodtak korábban a politikai pártok, tehát ezt nem tudjuk felidézni szerintem, hogy hasonló előfordult volna, hogy ilyen típusú felvételeket nyilvánosságra hoz. Talán ez hozzátartozik azért, hogy ezt lehet, hogy én emlékszem rosszul, de ez 2 éve fent van az interneten ez a felvétel. És most valaki csak felhívta rá a figyelmet, nem? De ez lehet, hogy... Fönt van a felvétel, de most ugye a kampány keretében ugye nyomtattak azért szóval nem ez volt az, hogy volt 1600 megtekintés, és most hirtelen lett 29 000 vagy valami ilyesmi. De kétségkívül most azt mindenkinek a vérmérséklete, hogy mi az, ami egy politikai adókapokba belefér. Nagyjából 11 nap van hátra még a választásokig. Nyilván mindenki ideges, az önkormányzati választás klasszikusan az a típusú választás, amikor ugye a legtöbb jelölt van, legtöbb ember személyesen is érintett, vagy itt van a legtöbb személyesen érintett, és mindenki azt gondolja, hogy még egy szórólapot be kell szórni, mert még egy történetet el kell mondani, és ez oda-vissza megy, tehát azért emlékezünk vissza, Tarlós Istvánra 2014-ben is elővettek olyan ügyeket, amik a 90-es években voltak aktuálisak, tehát ez hozzátartozik a kampánynak a menetéhez. Én nem gondolom, hogy ez mondjuk különösebben durvább lenne, mint bármelyik korábbi kampány. Az biztos, hogy most egyébként azáltal, hogy a média fejlődik, és az emberekhez sokkal könnyedebben jutnak el ezek az információk, mindenki sokkal többel találkozik, és ezáltal erősebbnek érezheti, de én sem gondolom, én is egyetértek, hogy azért erős a mezőny ebben. Egy dologban viszont nem értek egyet, hogy a tétnek a meghatározása, ugye azért legyünk őszinték, a 2014-es országgyűlési választás volt az, ami a sorsfordító. Aztán lett a 2014-es önkormányzati választás, ami a sorsfordító, utána most a tavalyi országgyűlési választás volt, ami a sorsfordító, utána most az EP, és most ez is az. Tehát nyilván az ellenzéknek mindegyik választás sorsfordító, ebben semmi meglepetés nincs. Ebben azért nagyban hasonlítanak Orbán Viktorra, aki szintén hasonló retorikát használ, ez teljesen természetes mobilizációs eszköz szerintem minden politikusnál. Mindig a soron következő választásra kell a saját politikai közösséget mobilizálni, ezért el kell mondani, hogy az élet-halál dolga, tehát ebben az értelemben szerintem minden politikus nagyjából így határozza meg magát minden választás előtt. Pontosan ezt gondolom. Azt mondtad, hogy azért olyan nagy különbség nincs a különböző kampányokhoz képest, és az eszközökben, amit a politikai ellenfelek használnak, abban egyenlőségjelet lehet tenni? Mondjuk egy ilyen Wittinghoff videó kiszivárgása. Ugye a párbeszédes hangfelvételről nem tudjuk, hogy ez kiszivárogtatta ki. A párbeszéd, ha azt mondja, hogy ez a Fidesz értege. László Imrevel kapcsolatos vádakról szintén nem tudjuk, hogy került elő, mint került elő, és nem tudjuk azt sem. Ő ezeket abszolút cáfolja és hazugságnak mondja. Nem tudjuk, hogy mi az igazság, nem tudjuk, hogy lesz a nyomozás.
De hát azért a másik oldalon milyen eszközök vannak? Hát nyuszi jelmezbe öltözött emberek mennek oda Tarlós Istvánt megzavarni. Ó, azért ne gondoljuk azt, hogy itt az angyalok és az ördögök ijeskodnak egymásra, tehát azért mi, aki követünk egy-két kampányt, és nem csak az lakóhelyünkét, pontosan tudjuk, hogy az ellenzéki jelöltek helyben milyen típusú lejárató kampányokat folytatnak, pontosan ugyanazt, mint egyébként a kormánypártiak. Tehát a szembesítő kampány, ma már, hogyha valaki ennek utána jár, és mondjuk megnézi az amerikai modellt, onnan az egész világ tanulja a politikai kampányt, akkor pontosan tudja, hogy Donald Trumpnak, illetve talán most a legutóbbi kampányában valójában arról szólt az egész, hogy az jelöltekkel egymást támadt, vagy csak egymást támadták, hál' Istennek azért Magyarországon még nem itt tartunk. Szerintem pontosan ugyanazok az eszközök mennek, mondom, egy politikai pofoszkodás zajlik jelenleg. Azt is látjuk, hogy a közvéleménykutatók is ebben beszállnak, és a közvéleménykutatások is már politikai eszközé válnak sokszor. Tehát mondom, 11 nap van hátra, mindenki nyilván megpróbál kitározni, és minden lehetséges eszközt felhasználni. Nyilván ebben nem fogunk egyetért, hogy miért nem mélyülök el a vitába, hogy pontozás a sportágát tegyük. Szerintem nyilván más típusú eszközök jelennek meg a Fidesz oldalán, mint az ellenzék oldalán, de azt szerintem egy fontos és érdekes kérdés abból a szempontból, amit feltettél, hogy az eszközrendszer annyiban változik, hogy szerintem sokkal több kiszervezett kampányeszköz van, mint korábban. Abban az értelemben, hogy biztosan emlékszünk sok emblematikus kampányhúzásra, itt a kövér köteles beszédétől sorolhatnánk mindkét oldalon, hogy mik tűntek föl. Ám általában a politikai pártok játszották a meccseket abban az értelemben, hogy ők vállalták fel a hirdetéseket, ők mondták el a mikrofonba, hogy mi történik. Most, amit a László ügyben is látunk, ugye azt látjuk, hogy egy korábbi újságban, most nem tudom milyen identitású az Origó, megjelenik egy szöveg, amely újságcikknek van álcázva, miközben semmiféle újságírói munka nincs benne, hiszen a négy érintett van ebben a cikkben, ha jól számoltam, megnevezve, aki tudott erről az ügyről, illetve tudhatott, illetve szemtanúja volt, egyik sincs megkérdezve. Tehát ha van egy ilyen, létezik egy ilyen vád, van egy orvosnő, aki ezt állítja, ezzel együtt ezt az állítást alá tudta volna támasztani ez az újság, amennyiben ez a szándéka. Tehát az a szándék, hogy újságcikket írjon, akkor volt négy érintett ebben, aki állítás szerint mindannyian tudták, hogy mi történik, volt a, nem tudom, a gyermek, a magánklinika igazgató, az asszisztensnő, tehát hogy több... Hát meg mondjuk László Imrét is. Meg maga az érintett, nyilván. Tehát, hogy itt nem történt arra való törekvés, hogy valójában megtámasszák azt, amit mondani szeretnének, hogyha nem is szeretnének, ha valóban egyszer az igazság feltárása lenne a céljuk, és nem pedig politikai vádak megfogalmazása, akkor erre lett volna itt eszköz. És ebben az értelemben ugye itt ilyen Fidesz kampányeszközök vannak kiszervezve újságnak látszó bizonytalan identitású termékekhez. Ez szerintem egy újdonság abban az értelemben, hogy mondom, ezeket korábban szemtől szembe játszották sokkal többször a politikusok, még ha nem is bizonyult igaznak, vagy nem is volt hiteles az eszköz, amit használtak, de szerintem sokkal többször játszottak szemtől szembe. Most szerintem egyre több az ilyen típusú nagyon-nagyon visszataszító eszköz. Ugye a Vittinghoff ügyben is aláírás és jelölés nélküli szórólapon terjesztették azt a linket, amely megtekinthető volt a videó. Szerintem megint csak ugyan szóval mondani, tehát két dolog tartozik az ide. Az egyik az az, hogy azért az ellenzéki sajtóorganumoknak sem kell a szomszédba menni ezeket. Mondjuk egy példát, szerintem most segít. Akkor például az Index a napokban közé tette, hogy a kormánypárti jelöltek szabálytalanul plakátolnak, mert a közlekedési táblákon helyezik el a tanulmányokat, és leírták. Utána kiderült, 3 órával később az Index megváltoztatta a címet, és leírta, hogy elnézést, egyébként valóban ezt, nem ezt így van. Egy súlyra teszed ezt a kettő. Most kértél egy konkrét példát, de a helyzet igen, az az, azért, hogy... Az, hogy egy emberrel szemben megfogalmazunk egy... Tehát a helyzet az mégis csak úgy áll, hogy azért azok a történetek, amik hallunk, arról azért most kevesebbet beszélünk, pedig szerintem azért arról is érdemes lenne elmondani, hogy mondjuk azok a történetek, amik napvilágra kellene, akár itt az említett botrányok. Senki nem mondta azt, például László Imre esetében, hogy ezek a dolgok, ezek egyébként ettől elhatárolódik, és nem így történik. Persze, polgári... Nem, hogy László Imre nem mondta volna. Azt mondta, hogy perelni fog. Megnéztem kifejezetten a közösségi oldalát, mielőtt beültem volna a stúdióba, és annyit írt fel, hogy ezek a hazugság és lejárató kampányok, majd ő is felveszi majd egyébként a versenyt a fideszes jelölttel, és majd polgári úton, meg nem tudom, büntető, tehát hogy minden eszköz okay, kihasznál és hazugság. Mit kellett volna még mondani ezen kívül? Hát nem, azt nem írta le, így se írta le, hogy hazugság, érdemes elolvasni azt a posztot. Azt mondta, hogy hazugság a sajtótájékoztató. Mindenféle lejárató kampányok zajlanak. Ugyanezt gondolj csak a karácsonyféle hangfelvételre. Ott is azért mindent hallunk, ott onnan indult, hogy a Fidesz volt, aki lehallgatott. Utána a titkosszolgálat. Utána nem a titkosszolgálat, csak a titkosszolgálati eszközökkel. Ez egy magánbeszélgetés, nem magánbeszélgetés, elnökségi ülés. Ja, nem is egy, hanem több. Összevágó. Arról senki nem beszél, hogy egyébként Karácsony Gergely 2017 évvégén kijött egy hangfelvétel, amit a saját haverjai hoztak ki. Arról senki nem beszél, hogy az LMP-ből kijött egy hangfelvétel, ahol összeverik egymást, vagy lögdösödnek az elnökségi ülésen. Arról senki nem beszél, hogy az a helyzet, hogy alapvetően próbáljuk ezt a látszatot kell.
tenni, mint hogyha nem pontosan azt csinálna egyébként az ellenzék, amivel vádolja a kormánypártokat. Ezt mondom, jelenleg egy politikai kampány finisében vagyunk. Mindenki ideges, egyébként pontosan ugyanazokat az eszközöket használja az ellenzéki pártok, mint a kormánypártok, súlyban is pontosan ugyanazokat az eszközöket használják, ezért szerintem érdemesebb inkább egyébként azoknak a tartalmával foglalkozni, amiről mondom, kevesebbet beszélünk, tehát azért mondom, érdemes például megnézni, hogy ez a vád, egyébként kíváncsi vagyok, nyilván nem az én tisztem megítélni, hogy vajon mi lesz a vége. Hogyha ez nem most nem egy politikusról derült volna ki ez az egész ügy, hanem mondjuk akár egy színészről, akkor valószínűleg most neki esett volna a sajt. Ez most egy ellenzéki politikusról került ki, és hirtelen mögé állt mindenki. Hogyha ez mondom, ez egy színész lett volna, mögé állt, történet... Nem, ugye az történt, hogy nem tudom, én ami egy cikket olvastam, sajátunkat biztos, beszámolt arról, hogy mi fogalmaztak meg abban az ominózus újságcikknek álcázott szövegben, és azt, hogy mit mondott a politikus erre. Ennyi történt. Ezen túl szerintem, nem tudom, hogy olvastál-e olyasmit, ami ezen túl megy, vagy elvesz belőle. Ugye más nem tudott megfogalmazni, mondom még egyszer, azért, mert nem volt elvégezve a munka. Tehát az a baj, hogy megint összekevertél sok mindent. Karácsony Gergely hangfelvételéről politikusok beszéltek. Itt egy újságcikkről beszélünk, pont annak kapcsolatban, hogy én azt mondtam, hogy az eszközrendszert kiszervezik, tehát a politikai pártoktól elveszik, és oda teszik. Például bedobják a sajtóba a vádat egy újság által, ami teljesen más, mint amikor egy politikus mondja. Tehát most ugye, amikor felsoroltad a példákat, volt itt politikai párt, másik régi párt, hangfelvétel, minden más. Ez ugyanaz a káosznak a megteremtése, hogy én azt mondom még egyszer, hogy korábban is az volt, hogy a politikai pártok egymással szemben igen erős eszközöket használtak. Én azt mondtam, hogy most kiszerveztek eszközöket, és ezért egy ilyen káosz alakul ki, amiben követhetetlen, hogy ki mit állít, ki milyen eszközt használ. Mert ugye a Fidesz most azt mondhatja, hát ők semmit nem fogalmaztak meg ebben az ügyben, hiszen ezt egy újság írta meg. De valójában újságírói munka nem történt ebben az ügyben. Jó, csak ezt mondom, hogy ne csináljunk már úgy, mintha egyébként ezt nem egészen így látom, de ne csináljunk már úgy, mintha az ellenzéki sajtóorgánumoknál nem lehet pontosan ugyanezeket az eszközöket alkalmazni. Ma a magyar politikában egyébként hasonlóan mondom az egész nyugat-európai, illetve amerikai politikai, az kezdnek beérkezni azok az elemek, amelyek vannak itt. A politikai kommunikáció fejlődik, nem azt mondom, hogy ez jó vagy nem jó, de azt gondolom, hogy ebben a kérdésben az ellenzék pontosan ugyanazokat az eszközöket használja, de mondom, tehát megint arról beszélünk, tehát ez ugyanaz, amikor valaki egy bolti lopásnál egyébként a kamerát kezdi el hibáztatni, hogy egyébként őt miért buktatta le. Tehát miért nem arról beszélgetünk, ugye, alapvetően ezeken a hangfelvételeken, például ami napvilágot látott, vagy mellesleg azon a fotón, ami ma reggel kikerült az internetre Karácsony Gergely alpolgármesteréről, aki 1 millió forintot lobogtat. Tehát alapvetően szerintem ezeknek azért van tartalma, és ez az eszközvita, amit itt folytat. Ugye ez a klasszikus fake news, Orbán Viktort idézve, az alpolgármesteres sztori. Tehát az megvan csinálva, az a fotó. Hát, nyilván, hogy megvan, meg gondolom egyébként a hangfelvétel. Tehát azért ezt tegyünk már különbséget, hogy valami össze van montírozva, vagy igaz. Láttad a fényképet. Igen. És az egy megcsinált fotó. De erről azóta kiderült. Ja, hát az ez számomra nem derült ki egyébként, nem tudom, hogy hol derült ki egyébként. Egyébként az, hogy... Ezt csak meghallgatom, ez hol derült ki. Jó. De hol derült ki, arról beszélünk egy pillanatot, hogy ha jól értem, az 1 millió forintról beszélgetünk a Rogán Antal pártjában? Igen. Tehát, hogy 1 millió forint? Hát én, hogy mondjam, azonnal elkezdenék itt tortákat rendelni, hogyha a közpénzből 1 millió forint, nem is tudom, hogy közpénzről van szó, de hogyha a Rogán Antaléknál 1 millió forint lenne az a súlyos határ, aminek a birtoklása vagy felmutatása az ügyhöz. Hát ahhoz de, nincs, ahogy nincs köze, de, annak sem, amiket összekevertél ilyen káoszszerű, hogy újra beszélgessünk ilyesmiről. A bolti kamerához visszatérve egyébként természetesen nem értek vele egyet, amit mondtál, abban az értelemben, hogy az ellenzéki pártok és a független sajtó viszonyában nem működik a politikai logika egységesítése, ahogy a kormánypárt működteti a saját oldalán. Itt kettő logika működik, a sajtó terén a médialogika, az ellenzéki pártok pedig épp úgy pártlogika alapján működnek, mint a Fidesz, csak a Fidesz a médiát is a pártlogika szolgáltába állította. Erről hosszan vitázhatnánk valószínűleg, de valóban igazadva, hogy ez, hogy mondjam, a nyilvánosság szerkezetének problémája, az kevéssé visz közelebb az önkormányzati esélyeknek a megértéséhez. Ennyi? Hát a tarus... mert azért ez fontos, meg az is egy érdekes kérdés, hogy ha most ebben nincs egyetértés, ha a Fidesz tényleg azt gondolja, hogy érdemes kiszervezni, akkor miért gondolja, hogy érdemes úgy jobban elterjed ez az info, eljut a választókhoz, mint hogyha egy sajtótájékoztatónál mondják? Ezt a Péter mondja, hogy érdemes kiszervezni, és kiszervezi a Fidesz ezeket a dolgokat. Ezt én teljesen másként látom, és ez egy messze menő vita, amiben láthatóan valóban nem értünk egyet, és nem biztos, hogy ez lesz a legizgalmasabb perce ennek az estének. De én továbbra is azt gondolom, hogy azokról az ügyekről... De akkor lesz izgalmasabb, most megígérted ezzel a nézőknek.
Tehát azért mégiscsak azoknak a anyagoknak a tartalma, amikről beszélünk, az szerintem engem például jobban érdekel. Tehát az, hogy persze lehet arról sokat beszélgetni, hogy most Karácsony Gergely hanganyag meg van vágva. Attól még Karácsony Gergely például arra a kérdésre, hogy elmérgesedette a viszony az MSZP-vel, egyértelműen nem vágottan, azt hiszem, hogy természetesen sose volt jó, csak le volt dugózva. Az nem érdekel, hogy mondjuk az országgyűlési hivatal miért nem akarja vizsgálni, hogy ez a hangfelvétel hogy készült el? De megint, jó, minden. Messze menő vita, megint folytathatjuk. Szerintem egyébként vizsgálhatja, és nem az én tisztem. De hogy nem vizsgálja. Nem az én tisztem ezt sem megítélni alapvetően, de az hogy ami, tehát Karácsony Gergelyt mentesíti egyébként bármiféle ilyen típusú vita. Legyünk őszinték, ezért hoztam ide példaként a felsorolt dolgokat. Karácsony Gergelynek 2017 év végén kiderült ugyanígy egy hangfelvétel. Majd utána mondom, az LMP-re is sorolhatnám az ellenzéki pártokat. De Karácsony Gergelynek semmi köze már hosszú évek óta az LMP-hez. De Karácsony Gergelyről 2017 végén akkor került ki hangfelvétel, amikor miniszterelnök. De ha tartalomról szeretném beszélni, mi lenne a Tarlós Istvánról beszélnénk, most már letelt persze az idő, láttam közben, de mondjuk, hogy 9 év alatt mindent elvesztett Budapestből, amit irányítani lehetett volna, az különös bravúr volt, az szép, biztos. Szép végszó volt így a vége, ezt nyilván nehezen fogom most megcáfolni, főleg ha letelt az idő, de... De majd legközelebb újra kezdjük. Köszönöm azért szépen. Azért azt kérdezni, hogy pontosan hol derült ki. Vagy a fényképről, hogy az nem volt.